Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Batta Attila Viktor, Mezőtúrváros alpolgármestere. Köszöntöm önt, és köszönöm, hogy ismételten elfogadta a televíziónk meghívását. Én is köszöntöm önt és a kedves nézőket, és köszönöm szépen, hogy eljöhettem. A mai műsorunkban turisztikai, valamint kulturális témákról fog szó esni, emellett az elmúlt időszak képviselőtestületi üléseinek legfontosabb napirendi pontjairól is beszélgetünk majd. Alpolgármester úr is részt vett a testvértelepülési pályázatok előkészítésében. Mit lehet erről tudni, hogyan állnak ezek a pályázatok? Hát én nagyon sok sikerről tudok hál' Istennek beszámolni, hiszen ha megnézzük az EU-s pályázatról, ami később ugye augusztus 18-a és 20-a, 21-e között lesz megrendezve, nyertünk 16.500 eurót, ami közel 5,2 millió forint, és itt 105 vendéget, tehát gyermeket és felnőttet tudunk vendégül látni. Ennek ugye az Európai Uniós pályázatnak a célja az Európai Uniós kapcsolatok erősítése, tehát gyakorlatilag itt minden olyan gyermek és felnőtt részt vett, aki az EU-ban van, tehát nem csak a magyar lakta területekről, hanem ugye akár Kanelliből, Lengyelországból és Németországból is. És hál' Istennek a visszajelzések folyamatosan jönnek, tehát el is fognak jönni a testvértelepülésekről a résztvevők. Ez egy nagyon nagy siker, én úgy érzem is, egy próba is lesz, hiszen ugye most először fogjuk augusztus 20-ai ünnepkörhöz kapcsolódóan ezt a testvértelepülési találkozót megrendezni, hiszen ugye a túri vásáron nagyon sok feladata volt mindenkinek, mind a városnak, mind ugye önöknek, és emiatt próbáljuk meg most augusztus 20-a, ami egy kicsit szellősebb, egy kicsit ünnepélyesebb, ugye nemzeti ünnepünk, több rendezvény is fűződik hozzá, ugye a lampionúsztatástól, utcabástól, a tűzijátékig, minden. A másik nagy öröm, amit az őszülő időszakára sikerült megnyernünk, a Petlen Gábor alaptól nyertünk 750 ezer forintot, ez viszont csak a magyar lakta testvértelepülésekre vonatkozik, és innen is ugye 50 gyermek, vagy 50 vendéget várunk, ahol ugyancsak nagyon jó színvonalas rendezvényekkel fogjuk várni, illetve kiszolgálni a vendégeinket. Ennek a célja, ennek a rendezvények inkább a magyarság, a magyar tudat mélyítése, illetve a baráti kapcsolatok kialakítása, nemzeti összetartozása, szabad így fogalmaznom. Hogy eltérünk kicsikét a sportra, a márciusi képviselőtestületi ülésen a Magyar Kézilabda Szövetség munkacsarnok építésére vonatkozó megkereséséről is tárgyaltak. Továbbá szó esett a kisméretű műfüves labdarúgópálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról is. Hogyan állnak jelenleg ezek a pályázatok? Hál' Istennek jól. Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség azt vizsgálta, hogy melyik területeken van kiemelkedő kézilabda teljesítmény, és nincs megfelelő háttér az utánpótlásnak a fejlesztéséhez, hiszen ez az utánpótlásról szól, és országosan 60 települést választottak ki, és ebbe vagyunk benne mi is, és ez a kézilabda munkacsarnok, ez a Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarára készül el, nagy valószínűséggel jövő évben. Ez egy teljesen felszerelt, ha szabad mondani, ilyen kis sportcsarnok, ami nagyon jó lesz, illetve több célra is használható lesz. Ide kívántuk a műfüves pályát is elhelyezni, de sajnos a közművek kiváltása olyan nagy pénz, tehát több millió forint, több 10 millió forint értéket képvisel, hogy ezt egy másik helyszínre a Karszagi Szakképzési Centrumnak, a szakképzőiskolájának az udvarára tettük át, és hál' Istennek meg is nyertük a pályázatot, 32 millió forintot, illetve egy kicsit ennél többet, és ez is jövőre fel fog épülni, ez a műfüves pálya, tehát mindenképpen az utánpótlás, a sportot támogatjuk, hiszen ha végig gondoljuk, ugye a szakképzőben is van kézilabda utánpótlás, ugye képzés vagy edzés, és ez mindenképpen focistáknak is, az ottani sportnak is, illetve mindennek kedvezni fog. Tehát én nagyon örülök, hiszen a sport, az egészséges élet az a jövő záloga. Hogy áttérünk az áprilisi képviselőtestületi ülésre, egy beszámolót is meghallgathatott a testület a mezőtúri település értéktárbizottság munkájáról. Miért fontos az értéktári munka, és mi hangzott el ezen a beszámolón? Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy a
nemzeti örökségünk, a helyi értékek kiválasztása, megóvása, illetve akár felterjesztése hungarikum szintre, ugye az ilyen piramis jelleggel működik, nagyon fontos. És ennek fontos tényező az is, hogy ha nem vagyunk az értékeinkkel tisztában, nem óvjuk azokat, akkor ezzel a jövőt is valamilyen szinten veszélyeztetjük. Én nagyon köszönöm így a tévén keresztül is az értéktárt, vagy az Értéktárbizottság tagjának a munkáját, hiszen ott képviseltetve van ugye Kudlacsek Zsigmond, mint történész, Puszdai Zsolt, mint múzeológus, Szabó András, mint ugye helytörténeti kutató, illetve Patkós Hívő, csak a legfontosabb neveket emeljem ki. Tehát minden szakterület itt képviselve van, és például ilyeneket találtak meg, mint a Túri Bírs. Tehát én nem is gondoltam, meg is lepődtem annak idején, hiszen nem, ki tudta azt például, hogy direkt Mezőtúr talajára kitenyésztettek, ugye ki nemesítettek egy ilyen gyümölcsöt is. És ezek nagyon fontosak, az épületeink, a helyi szokásaink, akár az ételeink, tehát ezt ők mind összegyűjtik, rendszerezik, és amit lehet, azt följebb is előterjesztenek különböző hungarikum beosztásokra. Májusban egyebek mellett szociális szövetkezet létrehozásáról is döntött a testület. Mi ezzel a cél? Ugye azt tudjuk mindannyian, hogy városunkban is több száz közmunkás van. A kormánynak hosszú távon az a célja, hogy ne közmunkát biztosítson csak, hanem önfenntartó munkahelyeket is. Tehát itt a neve egy kicsit csalóka, tehát ez nem azért szociális szövetkezet, hogy veszteséges legyen és minden áron működhessen, hanem ez azért szociális szövetkezet, hogy a rászorulókat visszaintegrálja az életbe, de egy önfenntartó, tehát egy rentábilis vállalkozás, akár egy régi termelő szövetkezet, és ehhez nyújtottunk be most pályázatot, én bízom benne, hogy meg tudjuk csinálni, szükség van rá. Ugye elkezdett az önkormányzat terjeszkedni, a Bezerédi úton ugye megvettük azt a gyümölcsös, fóliás területet, ami ugyancsak része lehet ennek, és gondolkozunk több területen is, mint az állattenyésztés, mind a növénytermesztés területén, hogy miben lehet egy ilyen szövetkezetet megcsinálni, hiszen mezőgazdasági adottságaink vannak, ezeket ki kell használni, és segítenünk kell mindenképpen a mezőtúri munkanélküliek egy részén is, ugye aki szeretne dolgozni, mert aki nem szeretne, azon sajnos mi se tudunk segíteni. Fontos még megemlítenünk a civil szervezetek, valamint a Művészeti Közalapítvány támogatását is. Miért tartják fontosnak, hogy támogassák a civil szervezeteket? Hát a civil szervezetek, illetve ezek a különböző klubok nekem a szívem csücskei, hiszen nagyon sok rendezvényre meghívnak, amit köszönök ezúttal is, és egy nagyon színvonalas műsorokkal látják el a várost, illetve az érdeklődő közönséget. Emellett természetesen ugye a saját tagjaiknak is egy tartalmas, értelmes szórakozást biztosítanak, mind kulturálisan, mind kirándulás, mozgás egyéb téren. Tehát ha fel se tudnám sorolni papír nélkül, hogy hány klubunk van, és ezek hogy járnak össze, meghívnak különböző vendégeket is, tehát ez mindenképpen kiemelt célja a városnak. Ez úgy gondolom látszik a támogatásba is, tehát több mint 5 millió forintot adunk, illetve az önkormányzat, a klubok, illetve a civil szervezetek támogatására, és illetve ha megnézzük például, ugye az előbb említette a művészeti alapítványunkat, ott ugye 1,5 millió forintot kapnak, plusz most ugye a most bizottság kérésére a testület megszavazott 300 000 forintot, hogy méltó módon legyenek raktározva a művészeti alkotások, amik ugye a főiskolán vannak eltárolva. Illetve ha megyünk tovább, a másik nagy büszkeségünk a Citera zenekar, a Szivárvány Népzenei Egyesület, ők is ugye 900 000 forintot, illetve most is kapnak a jubileumra 300 000 forintot. Nagyon nagy tisztelettel tudok csak beszélni a polgárőrségünkről, ugye őket is támogatjuk, ahol tudjuk, tehát 500 000 forinttal. Vagy nagyon fontos terület például a Kóborka is. A Kóborkát is támogattuk ugye 300 000 forinttal, illetve most, hogy megszorultak, lejár június 30-al a építési engedélyük, ezért a város közel 2,5 millió forintos támogatást nyújt, hogy be tudják fejezni az építkezést, és sorolhatnám ezt tovább, most nem tudom, hogy mit hagytam ki, de minden bizonnyal, ja igen, például a be nem jegyzett civil szervezeteknek 1,6 millió forint támogatás jut, a bejegyzeteknek ugye közel 2 millió forint, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos és kell, szükség van rá, nagyon sok színvonalas programmal látnak el minket, és nagyon jól szórakoznak emellett ők is. Június 9-én soron kívüli testületi ülést tartottak.
ahol többek között arról is szó esett, hogy változások állnak be a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Milyen változásokra számíthatunk? Hát igen, ezt polgármester úr nagyon jól elmondta most a hétfői sajtótájékoztatón, én csak nagyon röviden dióhéjban mondanék erről egy-két gondolatot. Tehát április 1-től ugye nem számlázhat a közszolgáltató, és ugye hónap végétől, július 1-től az NHS Szolnok fogja a szemét elhordását végezni, kivéve a külterületi szemetet, amit ugye a Start munkaprogramban végeztünk idáig is. Ez átszáll az intézményen látó Kft.-re, a közterületi szeméttel együtt, tehát ez marad nálunk, a többi az mindenképpen átkerül a szolnoki központú cégbe. Én kérek mindenkit, hogy ugye tegye el a pénzt, mert számlázás egy darabig nem lesz, tehát áremeléssel lesz, de számlázás se. Apróbb változások lesznek erről, a szolnokiak fognak küldeni, minden háztartásba eljuttatnak egy tájékoztató levelet, és úgy gondolom, hogy fennakadás nem lesz, hiszen ez egy nagyon fontos terület, itt több egyeztetés is zajlott, illetve zajlik ez ügyben, a számlázás, illetve talán itt a szelektív hulladék, az ők havonta szeretnék elszállítani, de itt is ugye van egy lehetőség, hogy ha valakinek sok termelődik, akkor lehetősége van még egy kukát kérni, tehát hogy elférjen. Tehát vagy a zöld hulladék szállításban is lesznek változások, de ezek még most vannak, ugye kiforrásban, tárgyalás alatt, úgyhogy erről ennyit szeretnék mondani. Beszélgetésünk végén még szót kell ejtenünk a nyári rendezvényekről, ugyanis beköszöntött a nyár, elkezdődtek a rendezvények. Mire számíthatunk majd a közeljövőben? Hát a rendezvények egy része az már ugye elmúlott, vagy megtörtént, megrendezésre került. Én úgy gondolom, hogy most már nem mondhatja senki, hogy városunkban nem történik semmi, hiszen ezt magamon tapasztalom, pünkösd óta nem volt szabad hétvégénk, se nekem, se a polgármesternek, tehát mindig járunk, ez most nem panasz, ez öröm, tehát mindenképpen van. Hát én három nagy rendezvényt tudnék kiemelni, ami még hátra van. A július végén lesz ugye az Ízfesz Fesztivál, ez nem városi rendezvény, de mi is érintettek vagyunk, és ha valaki a strandra kimegy, akkor látja, hogy megint ugye több milliós beruházás is van ott, ugye az utak javítása, a sátrak alatti területek javítása, tehát én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez egy olyan rendezvény, ami amúgy is országos hírű, de mi is tudjuk a teret, az ottani részt használni nagyon sok mindenre. Tehát például a túri vására is, hiszen ugye arról is volt egy nagy vita, hogy most hol legyen itt a városban, amott legyen. Hát ez eldőlt, és ott próbálkozunk tovább. A másik rendezvény, ami ezt követően lesz ugye a túri vásár és az azt megelőző Artúr Fesztivál, ez augusztus 9-től 13-áig lesz, illetve 14-én a túri vásár, ez is egy nagyon színvonalas, mindenki igényeit kielégítő fesztivál, ha szabad így mondalom, illetve a vásározni vágyók kedvét kielégíti a túri vásár. Hát ott ugye több panasz is érkezett, hogy miért azon a nyílt területen van, de ott férünk el Isten igazából, tehát máshol nem igaz. Tehát amióta itt a főtér, illetve a szabadságtér átalakítása, felújítása lezajlott, Isten igazából, ha szívünkre tesszük a kezünket, nem fér el a rendezvény, hiszen itt is játszótér van, gyönyörű szép park, kiülő, tehát itt nem fér el, mint régen a színpad. Illetve ott is ugye nagyon kevesen fértek el a Petőfi téren, tehát én úgy gondolom, hogy ez relatív, hogy mennyire te van távol, mert aki az Újvároson lakik, annak közelebb van, aki itt lakik, annak gyakorlatilag nem sok a távolsága, kertvárosiaknak kell egy kicsit többet mozognia. És az előbb, amit már említettem, a augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kötődő rendezvény, ami ugye egyben van kötve a testvértelepülési találkozóval, itt a hagyományos lampionúsztatás, utcabál és egyéb sárkányhajó és egyéb rendezvények várják az érdeklődőket. Hát úgy gondolom, hogy turisztikailag is egy vonzó erő, ez hiszen hajókázni is lehet a kikötőbe, majd bérelni csónakokat, vízibiciklit, kenut, kajakot. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó program, és emellett ugye a strand is nyitva áll, szabad így mondjam, hogy retro strandunk, ami egy nagyon sok apró, de kellemes felújításon esett át. Tehát én úgy gondolom, hogy kielégíti az igényeket. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. További jó munkát kívánunk a polgármester úrnak, és kellemes nyarat. Köszönöm szépen, viszont kívánom én is önöknek. Köszönjük szépen. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. További szép napot kívánok mindenkinek. A viszontlátásra.